asszonyt, hogy elfogadja a válaszadó szemét, alelnök asszony jelzi, hogy elfogadja. Duró Dóra alelnök asszonyt illeti a szó, parancsolja. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr. Elég ránézni a pedagógusok korfájára ahhoz, hogy lássuk, mekkora a probléma az oktatásban. Nem beszélve arról, hogy önök 2013-ban azt ígérték, hogy a minimálbérrel együtt fog emelkedni a pedagógusok bére, és így biztosítják annak értékállóságát. Ez nem történt meg, ezért olyan alacsony fizetésért kell most dolgozniuk a nemzet napszámosainak, ami nem csodálom, hogy egyre kevesebbeknek vonzó. De az újabb merényletet készülnek elkövetni önök júniustól a tanárokkal szemben, hogy megszüntetik a közalkalmazotti státuszukat, és ez a változás nagyjából olyan egy tucat tényezőt tekintve rosszabb helyzetbe fogja hozni a pedagógusokat, pedig vonzóbbá kellene tenni ezt a pályát ahhoz, hogy a gyermekeink megfelelő színvonalú oktatásban részesülhessenek. Miért gondolják azt, hogy vonzó lesz bárki számára az, hogy akár 90 kilométerre is áthelyezhető legyen az eddigi közös megegyezés helyett? Miért gondolják azt, hogy vonzóbbá teszi a pedagógus pályát az, hogy az eseti helyettesítést felemelik 60 óráról 80 órára, és a helyettesítési óradíjakat csökkentik? Csökkenni fog a helyben tanító tanárok aránya is, több lesz az óraadó így, ami szintén színvonal romlást hozhat magával. Az egészen elképesztő, hogy nagyjából csak akkor fognak túlórát fizetni nekik, hogyha éjszaka vagy hétvégén dolgoznak, és a szólásszabadság is korlátozni akarják azzal, hogy még a munkaidejükön kívül sem mondhatják el a véleményüket a közoktatási rendszerrel kapcsolatban. Az igazgatók kinevezése pedig a pályázat nélkül fog folyni ezt követően, ez szintén a színvonal romlását hozhatja magával, nem beszélve arról, hogy a GDP arányos ráfordítás az oktatási rendszerre a KSH adatai szerint 2017 óta folyamatosan csökken vagy stagnál. Miért nem a minőségi oktatás irányába tesznek lépéseket? Várom érdemi válaszát. Köszönöm szépen, alelnök asszony. A válaszra megadom a szót Rétvári Bence miniszterhelyettes államtitkár úrnak, parancsolja. Köszönöm szépen, egy nem elhanyagolható részletet kifelejtette alelnök asszony a felsorolásából. Mindezzel párhuzamosan 3,75%-kal nő a pedagógusok bére, és bízunk benne, hogy két év múlva januártól már egy valahol 770 és 8000 forint közötti átlag pedagógus bérrel számolhatunk. Ha ránéz ezekre a törvénymódosító javaslatokra, akkor azt látja, hogy legnagyobb mértékben nyilván a pályakezdőknek fog nőni a bére, mindenkinek nőni fog, de legnagyobb mértékben a pályakezdőknek fog nőni a bére. Pontosan azért, mert jelen pillanatban egy pedagógusnak a bére és a teljesítmény az nincs olyan arányban, amilyen arányban mindenki ezt ideálisnak tartana. Nem csak mi, hanem amikor tavaly decemberben 400 iskolának a képviselőit elhívtuk, ebben voltak olyan iskolák, akik korábban tiltakozásokat szerveztek, voltak, akik nem szerveztek tiltakozásokat. Most ott az iskolai igazgatók, tanárok egyetértettek abban, hogy olyan bérrendszert kell kialakítani az oktatásban, amelyik figyelemmel van a teljesítményre. Mert van olyan tanár, aki 22 órát dolgozik, és van olyan, amelyik 26 órát. Átlagosan 24,5 órát tanítanak a tanárok, de az igazgatónak és senkinek nincs lehetősége, hogy a kettő közötti különbözetet a bérben kifejezze. Hogy aki többet dolgozik, az többet keressen. Nincs lehetősége annak, hogy aki tényleg lelkiismeretesen jobban odafigyel azokra a gyerekekre, akik nehezebb családi körülmények közül jönnek, azoknak magasabb legyen a fizetése. Most is az általunk beterjesztett verzióban 10%-kal alapból magasabb ezeknek a tanároknak a fizetése, akik olyan területén tanítanak az országnak, ahol sok általános helyzetű gyerek, de aki többet foglalkozik vele, többet keres. Aki többet foglalkozik tehetséggondozással, többet keres. Aki többet foglalkozik táborosztatással, majd többet tud keresni, és a teljesítményt tudjuk értékelni. Ön azt mondta, hogy minőségi oktatásra van szükség. A jelenlegi bértábla ön szerint hogy tudja a minőséget elismerni? Mert az új bértábla, amit ön támad, az pontosan a minőséget, a többlet teljesítményt ismeri el. Mert minőségi oktatást akarunk. Hogy lehet, hogy minőségi oktatást követel, de a minőségi munkáért nem fizetne magasabb bért, hanem maradna a régi rendszernél. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egy perces viszonválasz illeti meg, alelnök asszony, parancsoljon. Tisztelt államtitkár úr, amikor 10 éve szintén az országgyűlésben vitáztunk a mostani pedagógus életpályamodellről és bérrendszerről, én magam kritikával illettem ezt azért, mert nem differenciál kellőképpen.
önök fogadták el ezt a bértáblát, önök alakították ki ezt a pedagógus életpályát, önök fogadták ezt el, én nem. Például pont azért, mert nem differenciál kellőképpen, tehát ön az, aki kritikával illeti a saját maguk korábbi döntését. A pedagógus bérek értékállóságáról pedig annyit, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke is rávilágított arra már 2021-ben, hogy egy akkori azonnali 65%-os béremelés csak a 2013-as szintre hozná vissza a pedagógusoknak a bérét. Ha önök majd most kezdenek el még 3 éven keresztül 75%-os béremelésbe, az azt jelenti, hogy még akkor sem fogjuk elérni reálértéken azt, ami 2013-ban már jellemezte a pedagógusokat. Ez valóban nem a minőségi oktatás irányába hat. Köszönöm szépen, alelnök asszony. Egy perces viszontválasz illeti meg miniszter helyettes urat is. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Akkor úgy érzem, hogy a 2013-as Dúró Dóra képviselőasszonnyal egyet tudok érteni, a 2023-assal meg nem tudok egyet érteni. Akkor ugye egy olyan változat volt, hogy az akkori teljesen statikus rendszerhez képest, aki pedagógus egy, gyakornokból pedagógus egybe, pedagógus egyből pedagógus kettőbe, pedagógus kettőből mesterpedagógussá minősítette magát, azoknál volt a minőségi munkavégzés miatt bérbeli ugrás, most pedig egy sokkal inkább direkt és közvetlen összefüggés lesz a munka minősége és a fizetés között, mert ez egy 30 ezer vagy 70 ezer forintos ugrás volt, most már az iskolai igazgató tényleg fogja tudni motiválni a tanárokat a többlet munkavégzésre, mert több 100 ezer forintos különbséget tud ő maga a minősítéssel az egyik teljesítmény és a másik teljesítmény értékelése között a bérekben érvényesíteni, és ez egy valódi ösztönző lesz arra, hogy aki többet foglalkozna a diákokkal, intenzívebb, jobban odafigyel, azoknak magasabb bére legyen. Én úgy gondolom, hogy a minőségi munka magasabb megfizetése, ez vezet el minket a minőségi oktatás felé, meg az a 800 milliárd forintos uniós és 5600 milliárd forintos költségvetési pénz, amit a 2030-ig pedagógus béremelésre szánunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter helyettes úr.